kívánok! Kezdhetünk? Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Külön tisztelettel köszöntöm Szigeti Róbert tűzoltónagy urat, a Ködölői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokát. Megállapítom, hogy a testület 12 fővel határozatképes. Szavazásra bocsájtom a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat, azzal a módosítással, hogy a 6. napirendi pontot leveszem a napirendről. Kérem, szavazzanak! Köszönöm szépen, 12 igen mellett elfogadtuk a napirendi pontokat. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy napirend előtti hozzászólás 2 darab érkezett. Van előttem az egyik Springer Friedrich Horst képviselő úr. Önnek küldtünk egy levelet, képviselő úr, erre választ nem kapott. Nem kapott a hivatal, kapott egy tájékoztatást, erre választ nem kaptam, így befogadni nem tudom. Nem kaptam. Megkapta. Nem kaptam meg. Hazudik. Uram! Megkapta. Kérem. Miért állítja ezt? Nem kap, jegyzőasszony. 2 perccel ezelőtt elküldtem az ülésen. Jegyzőasszony. Nem kaptam meg, nem tudom. Szerint az ülés megkezdését. Legyen szíves, viselkedjen normálisan. Önállít valótlan. Uram, nem kaptuk meg, jegyző. Meg alátámasztja, ennyi. Az jó, kérem, továbbépen, legyen szíves, legyen szíves. Éppen a szót, napirend előtti hozzászólásommal fogok érni. Nem adom. Akkor sajnos, akkor is el fogom mondani, jó, mert jogom van hozzá. Nincs joga hozzá. Sajnálattal veszem a törvénytelenséget, jó, és kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy az SMS szerint a napirend előtti hozzászólást az ülés megkezdéséig kell jelezni. Megtörtént. Az ülés előtt küldtem el jegyzőasszonynak, Franka Tibor ügyében óhajtók hozzászólni, sürgős, és ez volt a kérés mindössze, mint képviselő. Jó, akkor megnézzük, tisztelt lakosság, a színjátéknak a lényegét nyilvánvalóan látja mindenki, amennyiben se a jegyzőasszony, se én, lesz szíves, én végighallgatom önt. Amennyiben senki nem kapta meg, és látták, hogy mikor érkeztem meg, akkor most küldte el Springer képviselő úr, ezt az aljegyző mindjárt megnézi, ez természetesen egy színjátéknak a része, aminek mindjárt eleget fogunk tenni, viszont addig haladjunk tovább, tehát a nagyirány képviselő asszony, aki valóban beadta a napirend előtti felszólalást, így kérem, megadom a szót, parancsoljon! Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit. A sürgősség oka az a felszólalásomnak, hogy a Tölgyfa utcai orvosi rendelő a nyár folyamán egyre rosszabb állapotba került a külső lépcsőfeljáró. A héten történt egy baleset is. Nekem az a kérésem, polgármester úr saját körben járjon el, és a lépcső mielőtt még a rossz időbe áll, javításra kerüljön, mert idős emberek, beteg emberek nem tudnak fölmenni azon a bizonytalan lépcsőn, amin mozognak a járólapok. A továbbiakban természetesen dolgunk lesz még ezzel az orvosi rendelővel, de ez most azt gondolom, hogy egy nagyon sürgős feladat, hogy biztonságosan meg tudják közelíteni az állampolgárok az orvosi rendelőt. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm gyorsan, mert ismert számomra a probléma. Megrendeltük, elkezdődött, és szerintem jövő hét folyamán már foglalkozni fogunk érdemben az ügyben. Köszönöm. Közben a tájékozódás az tart, tehát akkor egy picike szünetet, vagy egy kis türelmet szeretnék kérni, amíg a jegyzőasszony tájékozódik arról a levélről, ami néhány perce még nem volt a birtokunkban. Tessék? Parancsoljon, képviselővel. Én azt javaslom, hogy a Őrnagy urat ne terheljük a felső dolgainkkal. Talán, hogyha mindenki egyetértene, szavazhatunk esetleg róla, vegyük előre az ő napirendi pontját, és miután a tűzoltó úr elmondta a dolgait, akkor utána térjünk vissza a napirend előttire. Nem tudom, hogy van ennek jogi a tűzoltó úr nevébe szeretném megköszönni ezt a konstruktív javaslatot, és kérem, szavazzunk, hogy akkor előre vehetjük-e. Bocsánat.
Ja, üdvendileg. Jó, akkor rendben van, akkor megvárjuk a edzőt. Elnézést kérek, Őrnagy úr. Jó, várunk tudanában. Bakai Kálmán, bocsánat, nem láttam. Köszönöm szépen. Végül is polgármester úr már nagy részét elmondta, amit szerettem volna. A mai nap folyamán kint voltam az orvosi rendelőnél a műszaki osztály vezetőjével, és megnéztük, hogy miről van szó. KFT-nek már ki is lett adva, hogy jövő hét folyamán ezt meg fogják csinálni. Köszönöm. Jó, akkor tiszteletet tájékoztatok mindenkit, hogy 15 óra 59 perckor valóban megérkezett az a levél, amire most akkor parancsoljon, megadom a szót. Egy percben természetesen. Igen, és miután egy perc áll rendelkezésemre, gyors leszek. Szeretném elmondani, hogy polgármester úrtól kértem tájékoztatást egy korábbi testületi ülésen, Frankapár Tibor korábbi polgármester javadalmazását illetően, és kértem, hogy minden képviselőnek küldje ezt meg. Tudomásom szerint ezt nem tette meg. Frankapár Tibor 900 ezer forintba került nekünk mindössze, ugye mondhatnánk, az ő tanácsadása, ami egyáltalán kérdéseket vet fel továbbra is. Aki elolvassa viszont Frankapár Tibor tájékoztatását, és ugyanazon az oldalon a másik felén a polgármester úr jóvá hagyta mindennek a kifizetését. Ő azt írja, hogy a választások előtt kötött írásos együttműködési megállapodás alapján felkérem polgármester urat, hogy ha van ilyen, akkor küldje meg részemre az ezt megelőzőt. Továbbiakban, ha nincs ilyen, akkor kérdem, milyen alapon tetszett igazolni a teljesítést. Köszönöm. Rendben, köszönöm. A szabályzat alapján 15 napon belül írásban megkapja a választ. Akkor szeretnék tovább lépni. A beszámoló az óvoda 2019-2020 nevelési évi tevékenységéről. Felkérem az előterjesztés tárgyaló bizottság elnökét a bizottsági javaslat ismertetésére. Köszönöm. Zombori Hubertné, parancsoljon. Köszönöm. A Köznevelési, Kulturális és Nemzetiségi Bizottságunk tárgyalta, és egyhangulag elfogadásra javasolja. Bekapcsoltam, hát elállt. Még egyszer? Nem, semmi, hallottuk. Igen, tehát elfogadásra javasolja, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Lombori Hubert, tehát amennyiben nincs hozzászólás, akkor szavazásra bocsájtom az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak. Köszönöm szépen. 12 igen, egyhangulag elfogadtuk a beszámolóját a óvodának a nevelési évi tevékenységéről. Kettes napirendi pont következik. Gödöllő hivatásos tűzoltó parancsnokság 2019 évi önkormányzati beszámolója. Felkérem Szigeti Róbert tűzoltó parancsnok urat a beszámoló megtartására. Szerintem az enyém. Nem kell, ez folyamatos. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást a beszámoló megtartására. Bemutatkoznák, nem tudom, hogy ismerem mindenki, Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy vagyok, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka. A előző parancsnok úrat váltottam 2018 nyarán, Pintér Mihály tűzoltó lezredes urat, ő maradt itt nálunk, egy beosztással feljebb lépett, ő jelenleg a tűzoltósági felügyelői posztot tölti be itt Gödöllőn. Hát magamról annyit, hogy én 2005-ben szereltem fel ide Gödöllőre, mint vonulós tűzoltó. Végigjártam a ranglétrát, és akkor végül is én az aszódi katasztrófavédelmi őrs parancsnoka voltam 2018-ig. Ugye ekkor kértek fel, hogy itt a Pintér úr helyett lássam ezt a pozíciót. Hát a tavalyi évünkkel kapcsolatosan, mint a vonulási számokban megkapta gondolom mindenki a beszámolót,
vonulási számokban is látszik, hogy egészen 2016-ig elemeztem ezeket a vonulási adatokat. Hát sajnos a tavalyi évünk az igen erős volt, több mint 1000 riasztás érkezett a tűzoltóságunkhoz. Ugye ezt tovább bontottam, nem szeretnék ennyire belemenni, mert akkor ez nagyon sokáig tartana. Az a lényeg, hogy a tényleges beavatkozásainkat is tekintve nagyon erős évet zártunk. A legtöbb tűzesetünket sajnos a szabadtéri tüzek tették ki, amit önöknél is ugye sokszor előfordult itt a gyár utcai területen. És nagyon szépen köszönném én a polgármester úr, illetve képviselőtestület munkáját abban, hogy ez megoldásra került, ugye többször egyeztettünk. Azóta, mióta ez ki lett takarítva, meg is szűntek ezek a részünkről, ezek a vonulások erre a területre. Hát műszaki mentési tevékenységünket megnézve szintén emelkedés tapasztalható az előző évekhez képest. Ezt előre prognosztizáltuk. Itt legfőképp a közúti balesetek, illetve viharkárok növelték a vonulási számainkat. A közúti balesetekre fel voltunk készülve, hogy ezzel lezárták a 60, illetve Budapest keleti pályaudvarra vezető vasúti pályaszakaszt. Ez miatt megsűrűsödött az M3-ason a forgalom. Ezt ugye előre láttuk is, és hát sajnos több balesetet kellett felszámolnunk, mint az előző években. Ami részünkről ebből pozitív.